A 4. Kistarcsai Böllér Fesztivál délutánján is számos látnivaló és program várta a kilátogatókat. A disznótoros ízek kedvelői nem maradtak éhesen, hiszen őstermelők és hivatásos böllérek termékeit is megkóstolhatták, megvásárolhatták, és arról, hogy a zsíros ételek ne üljék meg senki gyomrát, a gádorosi csapat is gondoskodott híres körmös pálinkájával. Volt szerencsénk már a tavalyi Böllérfesztiválon találkozni gádorosnak a körmös pálinkájával, de idén is nagy sikere van? Igen, azt lehet mondani, hogy nagy sikere van, már csak azért is, mert nálunk gádoros olyan disznónak ennyi körme van, sonkájáról nem is beszélve. Javaslom, hogy meg kell kóstolni a körmös pálinkát, ennek külön íze van, a körömnek is külön íze van, és a pálinkának is. Komolyra fordítva a szót, ez a szíva pálinka, 48 fokos. Ettől nem fognak fázni, ugye, aki megkóstolja? Biztos nem fognak fázni, de hát itt a disznótoros fesztiválon, a Böllér fesztiválon azt mondja, pálinka elengedhetetlen. Ez egy magyar kuriózum, lehet azt mondani, hogy hungarikum, úgyhogy ha egészséges italt inni az ember, akkor házi pálinkát iszik. Folyik itt a munka, és mégis milyen munka folyik itt? Korbászt töltünk most már teljes mértékben, és reméljük, hogy jó lesz. Mennyi fűszer kellett ebbe a kolbász alapanyagba? Hát ez változó, gondolom másnak. Én olyan 10 kilóba, én 3 köménymagot, olyan 20-30 dek a paprikát, a házit természetesen, őröltet. Nagyon minimális borsot, meg csípős paprikát szoktam beletenni, mert inkább azzal erősítsünk, mint borssal. És ezt összekeveltük szépen is. Ez az állagú kolbász lett belőle. A szervezők a kísérő programokról is gondoskodtak. A fesztivál színpadán sorra váltották egymást a fellépők. A sort a Primadíjas Fortissimo fúvós együttes koncertje nyitotta. Repülj, madár, repülj, men a sárra, repülj, énes dalomnak gyenge vállára ül. Repülj, madár, repülj, men a sárra, repülj, énes dalomnak gyenge vállára ül. Itt szeletelődik a szűzpecsenye, füstölt, sós füstölt szűzpecsenye. És előtte mit szeletel? Fával. Kolbász, fehér kolbász, nincs paprika benne. Erdélyi kolbász. És mi minden más van benne? Só, bors, meg fokhagyma. Na mire számítanak a góbékomák nagy csapata, hiszen tavaly önök nyerték a Kistarcsai Böllér Fesztivált. Folytatni a hagyományokat. Mivel rukkoltak elő most? Most? Úgymond agyleves, káposztaléleves, meg székelykáposzta, és hát a véresmájas, meg sült kolbásszal. És mi az az agyleves? Agyleves, az káposztalélevesből készítik, hús, gombócok vannak benne, meg hús darabkák, és agyat is belefőzzük, ezért agyleves. Hát ennek a káposztaléleves az igazi neve. A télire elrakott fejes káposztának a levéből készítjük. Vágott húsdarabokkal és húsgombóccal van bedúsítva, és egy kevés zöldséget szoktunk berakni. Torma van benne, úgyhogy meg lehet kóstolni. Hát de nekem azt mondták, hogy ez egy agyleves. Agyleves, igen, igen, természetesen, hogy az agya is belekerül, csak azt nem szoktuk belerakni így eredendően, az külön van megfőzve, mert ugye az szétesik. Tehát az akkor nem látványos, meg hát nem annyira guszta, hogyha belerakjuk így. Úgyhogy meg is van igen hozzá az agy is. Ezzel is neveznek a zsűrinél? Igen, természetesen, igen. Ez lesz most a különlegességünk az előző évekhez képest.
Várták már ezt a kis Töcsei Bőlér Fesztivál? Nagyon, nagyon, nagyon. Pont egy éve készülünk rá. Hát jó a rendezés, jó a társaság, most a horvátokkal, lengyelekkel is ismerkedtünk az előbb, tök jó dolog. Képviselő úr körzetében milyen fesztiválokkal találkozik? Szinte minden településen van valamilyen kezdeményezés. Nem mindegyik tud meggyökeresedni, de van olyan, amelyikről úgy tűnik, hogy hagyományteremtő lesz. Most talán a legutolsó ilyen, ami nagy reményekre jogosít fel, ez a Váckisújfalui Lekvárfőző Fesztivál volt, de kísérleteznek településeken a fröccs kultúrájának a újraélesztésével, húsféleségekkel, tésztaféleségekkel. Minden település igyekszik valamilyen jellegzetes és hozzáköthető termékre építeni ezeket a gasztronómiai összejöveteleket. Úgy tűnik, hogy Kistalcsának ez a Böllér Fesztivál lesz az egyik védjegye, vagy emblematikus rendezvénye. A negyedik Kistalcsai Böllér Fesztivál egy pályázati lehetőségnek is köszönheti a népszerűségét Európa. A polgárokért itt 5 országból érkeztek vendégek. Pontosan ez az egyik fontos színfoltja talán, hogy ennek a pályázatnak a révén most egy kicsit úgy kitágult ennek a horizontja. Tehát nem csak magyarországi gasztronómiai találkozó, hanem egész Kárpát-medence és sőt közép-európai léptékben is számottevő. Ez persze mondjuk így a szakmai része, tehát a gasztronómiai része a dolognak. Az igazi, ami nem pályázatfüggő, és nem feltétlenül csak a gasztronómiához kötődik, hogy mennyire jól érzik magukat az emberek. És persze nem csak húskészítmények vannak, hanem az erdélyek hagyományosan a kemencés kenyerükkel jelen vannak. Vagy ami úgy látom, hogy nagyon sok embernek az érdeklődését felkeltette, hogy egy népes lengyel delegáció is itt van, és hát a lengyeleknek az ízvilága azért eléggé eltér a Kárpát-medenceitől. Látom, hogy érdekli az embereket. És milyen különlegességeket hoztak magukkal, mert ugyan a zsűri pontozza és értékeli a nagyon szép dekorációt, de itt kimagaslóan sok mindennel készültek a többiekhez képest. Ludzie, jakie specjalne przywieźliście? Przywieźliśmy 18 nalewek. Wszystkie są z różnych owoców i roślin z Polski, tam od nas, z naszego regionu. Nalewki, które mają 100 lat tradycji. Első sorba 18 darab, különböző ilyen szeszes italokat hoztak, de gyógyító italokat, ott növényekből csinálták, amit meg lehet nézni, különbözőek, és mindenre van olyan, ami megfázásra, illinkötő van, akkor van olyan, ami vérnyomás ellen van, úgyhogy köhögés ellen, és 100 éves tradíció már létezik ebbe a műfajba. Különböző fajta zöldségeket, savanyúságokat hoztak, saját készítésű kovászos uborka, akkor sima kovászos uborka, meg a mustáros kovászos uborka, akkor rendes ecetes uborka, ami nálunk is lehet kapni, ott a paprika szósz, akkor különleges olyan zsír, amit szoktunk, mert lengyelek és magyarok nagyon szeretik a zsíros kenyér, és ez olyan zsíros kenyér, hogy nem csak zsír van benne, hanem van benne vagy töpörtyő is, vagy egy kis húsi. És nagyon finom össze van darálva, össze van
együtt valahogy megcsinálva. Hágyma is van benne, alma is van benne, úgyhogy nagyon jó ízű. Akkor a különlegesség az, hogy például hát másképpen dolgozzák fel a disznót, de különlegesség, aki senkinek nincs itt a téren, saját füstölőt is van. Hoztak egy pici mini füstölőt, és akkor rengeteg hús dolgoznak fel, és ott lóg a füstölőbe, meleg füstbe, és biztos, hogy finom lesz, és ezt fogunk felajánlani önkormányzatnak. Az Európa a Polgárokért program keretén belül megrendezett konferencia sorozat zárásaként az érdeklődők megtekinthették a hírhedt kistarcsai internálótábort, mely jelenleg még nem látogatható. A gép- és vasútfelszerelési gyár 1900-ban épült lakótelepe előbb köztörvényesek tolonc táborává vált, majd a deportálás előtt álló zsidó származásúakat, a szocialista önkényuralom alatt pedig a rezsim úgynevezett ellenségeit zárták be ide. 1956 után, mikor Magyarországon forradalom tört ki, akkor pedig a Magyarországon elfogott törvényen kívülieket és a karhatalom által veszélyesnek nyilvánított embereket telepítették ide. Megkezdődött az úgynevezett internálás, mely mindenféle ítélet nélkül, bármilyen indokkal, bárkit az utcáról elfogva behozhattak ide, és fogva tartottak. Szűkké vált a hely, és ezért az épületeket megnagyobbították, megemelték, és ezeket az itt fogva tartott mérnökökkel, orvosokkal, művészekkel, tehát nagyon vegyes összetételű emberekkel építették meg. Ekkor a tábor állandó létszáma 7-8 ezer főt tett ki. Ezekben az épületekben, ahogy itt benézünk, egy-egy ilyen szobában körülbelül 300-an aludtak egyszerre. A fogvatartók befestették, bemeszeltették az ablakokat fehérre, hogy még ki se láthassanak az emberek az udvarra. Majd innen vitték tovább a nagyon hírhedt magyarországi recski munkatáborba ezeket az embereket. Nagyon friss hír, hogy körülbelül egy hónappal ezelőtt Kistarcsa visszakapott egy épületet a belügyminisztériumtól, és mivel Magyarországon minden tizedik családot érintve volt a kistarcsai internálás miatt, ezért a város vezetése és az alapítvány elkötelezetten ebben az épületben egy múzeumot szeretnénk létrehozni, hogy így is emlékezzünk, és méltóan be tudjuk mutatni a jövő generációjának azt, hogy itt mi történt, és soha ne felejtsék el. A fesztiválon első alkalommal vett részt Adon csapata, akik sparhelten sült lepénnyel kínálták a vendégeket. Minden évben szoktunk rendezni egy karácsonyi vásárt, ahol ezt a lepényt szoktuk sütni, és végül is igazából nem tudom, hogy elsőnek kitalálta ki, de szerintem valami vásáron láthatta az a hölgy, aki sütötte először, és akkor így tőle van az ötlet. Hatalmas edény van itt az asztalon. Hány kiló lisztből dagasztottak be, és abból mennyi lepényt sikerült elkészíteniük, mert itt nagyon nagy sikere van. Hát 10 kiló lisztet dagasztottunk be, és a 10 kilóból körülbelül hát minimum 100 lepény biztos, hogy lett. Egy kiló liszthez kell 2,5 csomag szárított élesztő, 1,5 teáskanál só, 1 evőkanál cukor és 6 deciliter víz, és ezt jó kemény munkával meg kell dagasztani. És mivel tölthetjük? Zúzott fokhagymával szoktuk megkenni elsőnek, aztán tejföllel, arra jön a pirított szalonna, a lila hagyma, ami zsírba le van sütve, a tetejére sajt, és akkor össze van. Először meg van sütve a lepény, utána meg van töltve, össze van hajtva, és újra meg van sütve, át van melegítve a sütőn. Ön hogy látja, van sikere? Ennek a lepénynek mindig van sikere. Olyan emberrel még nem találkoztam, aki valamilyen variációját ne szerette volna, akár mindent belével, vagy csak sajttal, tejföllel, vagy van olyan, aki csak fokhagymával, vagy magában. Nagyon finom mindenképpen, én még lekváról is el tudom képzelni. Vannak ennek olyan elemei, ami a disznóvágással összefügg, ezért ezt benevezik önök a zsűribe? Hát benevezzük, igen, teszünk a tára ebből a különlegességből. Reméljük, hogy a zsűrinek is nagyon fog tetszeni, ők is élvezni fogják az ízét, nem csak mi. Reméljük, hogy sikerül Kistarcsán is hagyományt teremtenünk a sparheltes lángossal. Igazából nem kell hozzá semmi, csak vállalkozókedv, egy sparhelt, meg pár lelkes ember, aki megcsinálja.
A disznótoros sátrak bejárásában elfáradt fesztiválozókat a Sóder Klub humoristája Dombóvári István szórakoztatta, majd őt követte a mulatós zene jeles képviselője, Postás Józsi. Mert reggel 6-kor friss ébredés, irány a posta, munka kezdés. Nem számít a rossz is az idő, télen is járul a posta, a nyerő az ügyfeleknek. Pénzt küldeni az ügyvédeknek, ajánlott levél, hogy késik a hétvége, mert szükségem lenne a pihenésre. Én próbálom szedni a lábamat, a biciklim olyan, mint egy gyors vonat. Hajnalban mindig útra kélek, hogy célba érjenek a küldeményem. Próbálom szedni a lábamat, a biciklim olyan, mint egy gyors vonat. Hajnalban mindig útra kéred, hogy célba éljenek a küldeményed. Most tessék táncolni mindenkinek, köszönöm szépen! Most első alkalommal vannak itt kis tartsán? Igen, első alkalommal veszünk részt idén. Hány fővel érkeztek, és milyen kihívásnak szeretnének eleget tenni? 17 fővel érkeztünk, hát mindent megpróbálunk kihozni magunkból. Hát az otthoni ízeket hoztunk kóstolóba, és itt viszont elkészítik a házi kolbászt, a véres hurkát. Hoztunk otthonról savanyú, különböző savanyosságokat, ami nálunk főként ismert ájvárt, céklát, és ezzel próbálunk, ezt próbáljuk megismertetni az itteni emberekkel. Tagú a zsűri az idei Böllér Fesztiválon, és milyen szempontrendszer szerint dolgozik, hány pontban állította fel az elvárásait? Hát 8 tagú a zsűri idén, 1-től 5 pontig lehet pontozni, és nagyon sok szempont szerint pontozunk, tehát itt van a legszakszerűbb szúrás, tisztaságot, a biztonságot, a legjobb tálalást, ízeket, tehát nagyon sok szempont van, ami szerint pontozunk, és ezeket összesítjük a nap végén, és ez szerint lesznek majd a csapatok ugye eredményhirdetésre így kerülnek. Van-e már tapasztalat, mi mindent készítettek a résztvevők, a versenyzők, hogyan állják az elvárásokat? Hát szinte felsorolhatatlan, tehát hál' Istennek nagyon sokszínű az, amit elkészítenek a csapatok. Már csak azért is, hiszen sokszínű most már az országokból érkezett vendégeknek is ugye a listája. Úgyhogy itt a lengyelektől, a horvátokig, az Erdélyből érkezettekig ugye nagyon sok félét látunk. Itt különböző kolbászféléket, hurkaféléket, véres hurkát, abátszalonnát, tehát lehetne sorolni a végtelenségig, minden ilyen speciális dolgokat készítenek a csapatok, és nem lesz egyszerű dolga a zsűrinek, én azt gondolom. A retro sem hiányozhatott a kistarcsai Böllér Fesztivál színpadáról. Sokak örömére a 90-es évek fiú csapata, a Hip Hop Boys is fellépett. Indul a parti, a Duna parti, tudod, nem kéne erről lemaradni, hiszen neked is, nekem is ugyanolyan jó, minek otthon ülni itt a bungaló. Gyere, ne egyen a fene, a Hip Hop Boys, aki segít neked ebben. Várunk téged holnapig, ha most nem jössz, lemaradsz, nem vagy itt. Úgy is szeretném, ha lenne szerencsém, éjjel meglátnám, és meg is ismerném. Tudom, nem hagyna el, bárcsak eljönnél, ott majd várok rá, akkor majd elkísér. Majd éjjel ott várok rá, ma éjjel eljössz hozzám, míg a parti véget ér. A parti véget ér. Majd éjjel ott várok rá.
hagyományteremtően most már nem csak országos, hanem nemzetközi szintű lett a Kistarcsai Böllér Fesztivál. Milyenre sikerült az ez évi? Nagyon nehéz ezt megfogalmazni, de azt tudom elmondani, amit érzek, ahogy végigjártam a 15 csapatot, illetve találkoztam nyilvánvalóan a két konferencián a nemzetközi résztvevőkkel, hogy ez egy eufórikus, fantasztikus érzés, hogy ennyi nemzet fiai, illetve ennyi országból jöttek, mert ugye nem annyi nemzet, ahány országból jöttek, hiszen a délvidékiek, a felvidékiek és az erdélyek nyilvánvalóan magyarok és magyarul beszélnek, de azért áll a jó Istennek, vendégül láthatunk Németországból, Görögországból, Makedóniából és Olaszországból is külföldieket, akik én azt látom, hogy egyik ámulatból a másikba esnek, ahogy itt szembesülnek a nemzetközi fogadtatással, illetve a mi általunk nyújtott rendezvény adta lehetőségekkel, ami a nyilvánvalóan a gasztrómiát jelenti elsősorban, illetve ezt a fajta kultúrát, amit egy ilyen disznóvágás, egy ilyen böllérfesztivál tud sugallni nekik. Tehát én elnézést, de szerintem azt tudom mondani, hogy nagyon jól érezzük magunkat, nagyon jól sikerült a dolog, és ebben óriási szerepe volt ennek a kiváló időjárásnak is, ez tagadhatatlan. Természetesen a helyiek alkotják a látogatók többségét, ennek nyilvánvalóan mi nagyon örülünk, ez volt az elsődleges cél, a másodlagos cél, és talán nem is szerencsés sorba állítani ezeket, hanem inkább mellé rendelni, az az, hogy nyilvánvalóan a környezetünknek a figyelmét is felhívjuk városunkra, és arra, hogy mit tudunk nyújtani az embereknek, és azt gondolom, hogy ez a Böllér Fesztivál ötlet, ez maximálisan beérett itt a negyedik évfordulóra, hiszen a 15 csapat, és én azt gondolom, nyilvánvalóan jóval több, mint ezres látogatottsági létszám, az a rendezvény létjogosultságát aláhúzza. Külföldről hány vendéget fogadtak, és ők nem egy napot vannak itt, hanem több napot, ezzel is volt teendő. Igen, pénteken érkeztek a külföldi vendégek, 5 külföldi csoport érkezett az Európai Polgárokért című pályázat keretén belül. Pénteken volt a Csigaházban, a Művelődési Házban a nyitókonferencia, ami elég sokáig elhúzódott, olyan éjfélig, és utána már reggel 4-kor kezdtünk itt a Böllér Fesztiválon, hogy minden a helyére kerüljön. Mai napon a fő alapanyag a sertés volt, mennyit szúrtak? Igen, érdekesen alakult, 9 sertést hoztunk el, ezek igazi háziasan nevelt sertések voltak. Volt olyan csapat, aki egy disznót vágott, 3 ilyen csapat volt, a többi versenyző pedig fél sertéseket kapott. Mindenképpen nagyon fontos volt, hogy a versenykiírásnak megfelelően teljesítsenek a csapatok, tehát megvoltak az alapkritériumok. A lényeg az volt, hogy a zsűri pontozta a sertéseknek a szúrását, vágását, feldolgozását és a készítét és a készételeket. Ez azt jelentette, például, hogy a hurka, kolbász, véres hurkának a készítése, a húsáró elkészítése, a sonkaformázás, és lehetne sorolni azokat a kritériumokat, amiknek a csapatoknak meg kellett felelnie. A zsűri munkája mindig azt mondják, hogy nehéz. Tényleg van benne valami, mert hát kis dolgokat is kell úgy értékelni, hogy hát szóval mutasson is valahogy meg. Szóval nem mindig könnyű a dolgunk. De most ott kezdem az elején a szúrásnál. Ugye volt olyan csapat, aki megfogta a disznót, alányult, levette a kocsiról, nem lerántotta, mint egy dögöt, levette a kocsiról, amikor leszúrták, föltették egy deszkára, és szépen elsétáltak vele. Aztán a pörzsölésnél is, a pucolásnál, a bontásnál figyeltünk oda, mert voltak kisebb szakmai hiányosságok, de ez abból adódik, hogy nem szakemberek dolgoztak, ugye? Hát olyan háziasan, otthoniasan, nem biztos, hogy úgy jó, de otthon elmegy, mert de ilyen versenyen azért már kicsit jobban oda lehetne figyelni talán. Folyamatosan figyeltük őket a szurástól kezdve, egészen a kész ételekig, a munka folyamatot figyeltük, a főzés menetét, a tisztaságot, hogy dolgoznak, ugye, ezt mind figyelemmel és mind értékeltük, ezt pontoztuk, és a végén összeadtuk, hogy hát körülbelül ki az, aki legrátermettebb, legjobb ízt hozott ki, legfinomabb dolgokat, szóval ezt így igyekeztünk összehozni. Hát ha jól számolom, minimum 6-an voltunk a zsűribe, és én azt gondolom, hogy ennyi ember kell is, hogy objektíven el tudjuk dönteni, hogy milyen ételekkel jöttek elő a csapatok.
És akkor most jön a dicséret, mert hát rosszat nem lehet elmondani, az az igazság. Szeretnék egyébként, elég szigorú szoktam lenni, de nem tudok rosszat mondani, tehát olyan ízekkel jöttek elő, és ugye hát egy disznóvágásnál mi a lényeg? Az ízek. Az alapízek. Itt azért egy dolog megjelent, hogy mindenki azt mondta, hogy mostanában nem sózunk, mert ez most olyan divat lett, ugye, hogy félünk a sótól, mert hogy nem szabad sózni. Kérdezem én, hogy most egy disznó toros étel sótlanul az jó? Ugye, hogy nem jó. Tehát sózzunk bátran, és a csapatok dolgoztak, és nem csak a sóval, hanem a fűszerekkel is dolgoztak. Hát volt egy nemzetközinek nevezhető ez a Böllér Fesztivál, ez a verseny, mert Lengyelországból volt csapat, Horvátországból, Romániából voltak csapatok, és hát ők hozták a saját kultúrájukat, ugye a saját ízeiket, hát talán a legjobban eltérő ízekkel, ugye a lengyel csapat rendelkezik, ugye náluk annyira a fűszerpaprika nem domináns a konyhában, teljesen más fűszerekkel dolgoznak. Bár itt az egyik csapatnál találtunk egy olyan csodálatos gyöngyszemet, nekem személy szerint kedvencem volt, az orja levesbe töltött kucsmagomba volt beletéve. De találkoztunk savanyított gombákkal, savanyított tökkel, baby pattisonnal, tehát csodálatos savanyúságokat is kínáltak az ételek mellé. Az, hogy a hurkában megjelent a szegfűbors, a szegfűszeg, esetenként még a fahéj is ízesítésként a véres hurkában, az is egy csodálatos dolog. És hát a májas hurkák meg ugye májasak voltak, ízesek voltak, ahogy annak a nagykönyvbe, ahogy az a nagykönyvbe le van írva, és ami ennek lennie kell. Hát a kísérő ételek persze, ugye, amit szoktak ilyenkor a klasszikus, találkoztunk néhány igazi klasszikus toros káposztával is. Itt az én közbeszúrnám és megjegyezném a kedves nézőknek is, hogy kérem szépen, a toros káposzta az igen, az zsíros. Annak zsírosnak kell lenni. Azért iszunk reggel pálinkát egy disznóvágásnál, mert többek között, mert a toros káposzta ugye zsíros. Nagyon isteni, ugye bele volt a feje, a farka, a füle, a tor ugye belefőtt a káposztába. Nagyon-nagyon összességében azt tudom csak mondani tényleg összefoglalva, hogy nagyon-nagyon jó ízekkel lehetett találkozni. És ami a legfontosabb talán az ízek mellett, ugye a csapatok itt egymás mellett álltak, és mindenki annyira jól érezte magát. Nem hiszem el, hogy itt volt olyan csapat, aki ne ivott volna legalább két-három másik csapat pálinkájából vagy borából. És ez a lényege egy ilyen fesztiválnak. Megkóstolják egymás ételeit, megmutatják egymásnak, akár országon belül is, más-más tájegységnek a kultúráját. Ez a lényeg. Remélem, hogy jövőre megint találkozunk. A zsűri 20 kategóriában osztott ki díjat, többek között Juhász István, a Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre elnöke által felajánlott külön díjat is. Sok szempont adta össze azt, hogy a csapatok milyen helyen végezzenek, és a mai napon ki legyen a legjobb. Ugye, mint már említettem, reggeltől ment ez a verseny, tehát ebbe beleszámított a disznónak a szakszerű szúrása, a szakszerű bontása, a kivéreztetés, a tisztaság, a környezetnek a kiépítése, hogy milyen szép volt az a környezet, mennyire, mekkora összhangban dolgozott a csapat, milyen jó kedvel dolgozott a csapat, és hát ugye ott voltak a töpörtyük, a kolbászok, a hurkák, a terítékek, amiket kiraktak, és ezek alapján összességében, ugye hát 6-7-en zsűriztünk, összességében 650 és 700 pont között volt a maximális pontszám, tehát ennyi pontot számoltunk össze. A nagy díjas, aki a Vándor díjat, a nagy kupát nyerte, a szabadtúzi lovagrend által felajánlott nagy díjat, azt a torjaiak nyerték Erdélyből, és az első helyezett pedig az adonyi csapat lett. Minden rendezvény, az előző rendezvényen, vagy annak a másnapján kezdődik, tehát nyilvánvalóan minden rendezvény után mi levonjuk a tapasztalatokat, nyilván erősítjük azt, ami jól sikerült, és a hibáinkból pedig igyekszünk tanulni, és egy ilyen kerek évfordulóra, mint az ötödik, majd igyekszünk úgy fölkészülni, hogy esetleg még felül tudjuk múlni a mostani, én azt gondolom, igen magas mércét, amit mi raktunk saját magunknak. A negyedik Kistarcsai Böllér Fesztivált a Prestízsbent utca bája zárta. Tibi a király, jött meg hozzám a szép lány, Tibi az a te kis virágot.